Jó estét kívánok, köszöntöm nagy szeretettel a magazin műsorunk kedves nézőit. Elérkezett az év utolsó olyan hétfői napja, amikor közgyűlés utáni frakció beszélgetésre hívtuk meg a frakció képviselőit, akiket nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Balassa Pétert a Jobbik képviseletében. Jó estét, köszönöm, hogy itt van. Tóth Kálmánt, az Éjjel Szombathely, az MSZP, a DK és az Együtt képviseletében. Jó estét. Lendvai Ferenc képviselőt, a Fidesz KDNP képviseletében. Jó estét kívánok. És várjuk Molnár Miklós képviselőt, a Pro Szavária képviseletében. Napközben, mikor találkoztunk, azt mondta, hogy érkezik, úgyhogy valószínű, hogy megérkezik még a műsorba, de tőle függetlenül kezdjük azért el ezt a mai beszélgetést. Az, hogy ő megjönne, az azért lenne jó, mert a frakció beszélgetések után, illetve hát a frakció közgyűlés utáni, csak kinyögöm, bocsánat, kezdem újra, közgyűlés utáni sajtótájékoztatókon az egyik fontos dolog volt a költségvetés módosítása, ám nagyon sok szó esett az útfelújítási programokról, a közösségi közlekedésről, tehát azt gondolom, hogy ezekkel a témákkal kezdjük, és amennyiben még lenne a képviselő uraknak az év utolsó ilyen frakcióvitájára témája, azt nagyon szívesen fogadjuk az egyebek között, akkor ezt hagyjuk a végére. De valóban az útfelújítási program sok hozzászólással, nagy örömmel köszöntött programként került napirendre. Hogy lehet ezt értékelni? Az minden esetre biztosan fontos, hogy költségvetésből ennyi utat, központi költségvetésből nem mostanában sikerült felújítanunk. Aztán, hogy ez most mire jut, mire sem, hol kezdődik, hol fejeződik be, mi lesz ennek a vége, erről kérem a véleményüket. Ki kezdi? Hát akkor kezdem. Lendvai Ferenc, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy az egyik, nevezik úgy, legaktívabb napirendi pont volt az útfelújítás. Szinte minden képviselő hozzászólt a napirendhez. Nyilván azt az elején le kell szögezni, hogy ez egy szakmai előkészítés során jó szándékú napirend volt. Méghozzá a jó szándékot abban mondom, hogy ismerjük Szombathely útjait, járdáit. Ezer sebből vérzik a város. Mindenképpen az a hosszú távú koncepció, hogy az utak, járdák megújuljanak Szombathelyen, és a városvezetésnek hosszú évek óta ez az első olyan lehetősége, amikor nagyobb volumenbe gondolkodhat. Miért is van ez? Sokáig nem volt rá lehetőség, hogy költségvetésből akár 50-100 milliót is útfelújításra használjunk, mivel óriási adósságterhe volt a városnak. Az adósság elvonásra került, utána voltak olyan kiadásaink, amit fedezni kellett. Teszem azt mondjuk az EPCOSZ területének a megvásárlása, ami éves 500 millió forintos költséget jelent a városnak, és a városvezetés hosszas előkészület után úgy határozott, hogy az elkövetkezendő 3 évben összesen 3 milliárd forintért utakat újít meg, járdákat, hidakat a városban. Ugye még az elején avval kezdtem, hogy ezer sebből vérzik a város. Én úgy gondolom, hogy számtalan helyre rakhattuk volna ezt a pénzt. Közel 40 helyszínen fog megújulni a város, útjai és járdái. Az első évben, 2017-ben 500 millió forintot költünk, a 2018-as évben 1 milliárd forintot, és a 2019-es évben 1,5 milliárd forintot, ez mind kizárólag csak a költségvetésből, tehát Szombathely megyeújváros költségvetéséből költjük. Nyilván a vita tárgyát az képezte, hogy mi újuljon meg, és mi nem. Én most elsősorban aztán úgyis átadom a kollégáknak a szót, ők is elmondják, én a 2017-es évről beszélnék. A 2017-es évben olyan 500 millió forintért, olyan közügynek nevezhető utak újulnak meg, ami én úgy gondolom, hogy hosszú-hosszú évek óta nagy problémát jelent a városban. Az elsődleges cél tehát az, hogy minél olyan területek újuljanak meg először, amit minél többen használunk a városban. Konkrét példákat mondok. Az Aranypatak fölött húzódó kis fahíd az közel 20 éve jelent problémát a városban. Hol lezárjuk, hol felújítjuk. Nem arra készült ez a híd, hogy egy óriási gépkocsi forgalom bonyolítson le. Ha jól emlékszem, 230 millió forintra van betervezve az új híd, ami nem a mostaninak a helyén lenne, hanem az Árkádia mellett, és úgy csatlakozna le az Oladi, illetve a
Aranypatak másik oldalán lévő utak forgalmára. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagy közlekedési koncepciót, egy vizsgálatot igényel, és ezt meg is fogjuk tenni. Erre szavazott meg pénzt a közgyűlés, ahol az egész környéknek a közlekedését felülvizsgálnánk. Én még azt is el tudom képzelni, hogy a Kishidat a későbbiek során lezárnánk gépkocsi forgalom elől, és csak gyalogosan és kerékpárosan lehetne használni. A másik, ami szerintem az egyik legfontosabb, ez a belvárosban a Brucser József utca, ez az LMIK mögötti, a tűzoltóság főiskolai kollégium mellette lévő utca az egyik legrosszabb állapotban van. Nagyon sokan használják, nagyon sokan parkolnak, a buszok arra járnak, tűzoltóautók arra járnak, meg kell mindenképpen újítani. A másik, ami, vagy a harmadik, amit én fontosnak tartok, a Zanati úton egy lámpás kereszteződés. Ez a Tesco áruház, illetve a nagy foglalkoztatóktól való kihajtást könnyíteni meg. Tudjuk nagyon jól, hogyha ott balra szeretnénk kikanyarodni a Zanati útra, szinte lehetetlen, főleg csúcsforgalomba. Ott egy lámpás kereszteződés fog létrejönni, és megkönnyíti a közlekedést mindenki számára. És a negyedik, amit még fontosnak tartok, és ez szintén 17-ben valósul meg, ez pedig a körgyűrűn a Vépi út felé, tehát Vépi útnál egy kerékpáros és gyalogos áthaladást a körgyűrűn. Szerintem nagyon fontos, nagyon balesetveszélyes ott a helyszín, és ez is létrejöhet a 2017-es évben. Köszönöm szépen. Mi közelesen látjuk ennyire rózsásan a helyzetet, természetesen minden fejlesztésnek örülünk, ami a városban van, és speciál a Brucser József utca az nekem is egyébként személy szerint is ezer éves problémám már. Ugye még az akkor még rendkívül jó prosperáló MVK-ba is ugye azon keresztül lehetett bemenni, most az MVK-osan is ez már nem mondható el, de ez egy másik téma majd. Viszont sajnos tetten érhető volt egyfajta koncepció a tekintetben a felújítandó utcák listáját böngészve, hogy nem annyira sikerült preferálni egyenlően az egyébként 7-7 arányban ellenzék és kormánypárt által meghódított választókerületeket, és sajnos találtunk olyan választókerületet, nem is egyet, ahol 0 forint fejlesztés valósul meg ebből a most egyelőre, hogy 1,5 milliárd lett eldöntve, ugye a jövő év, illetve 18 lett eldöntve. Tehát se például a kislakótelepen, se az oldali lakótelepen semmilyen fejlesztés nem valósul meg ebből az összegből. És ide kell sorolnom a déli városrészt is, a 14-es számú választókerületet a mindösszesen 8 millió forintos fejlesztéssel, ami ugye az összes fejlesztés figyelmében ez a 0,5%, tehát gyakorlatilag nulla. Tehát azt gondoljuk, hogy sokkal jobban is át lehetett volna gondolni ezt a szakmainak nevezett koncepciót. Én ezzel azért nem merek vitatkozni, mert nem vagyok utas szakember, de egy biztos, hogy a peremkerületekre megint nem sikerült olyan súlypontot helyezni, ami kellett volna. Bizottsági üléseken frakciónk tett javaslatot arra, hogy a peremkerületekre legyen elkülönített 300 millió forintos keret, amit később szakmai tartalmon meg lehet tölteni, ezt a Városvezető Koalíció leszavazta, nem támogatta. Innentől kezdve jelenleg úgy néz ki a sztori, hogy a déli városrészre a következő 2 évben egy darab járdafejlesztés jut. Ez felháborító, elfogadhatatlan, nem is tudja egyébként az ottani választóközönség ezt megemészteni és megbocsátani, szerint elég komoly felháborodás. A másik része a sztorinak, hogy szakmainak van bemutatva ez az anyag. Szerintem szakmailag Szombathelyen, ahogy frakcióvezető úr is említette, bármelyik terület alkalmas lenne arra, hogy akcióterületnek jelöljük ki. Az egyeztetésben ismét nem voltunk bevonva, tehát azt tudni kell, hogy egy kedd reggel kaptunk egy e-mailt már a kész anyaggal, és hogyha figyelembe vesszük, hogy a Városvezető Koalíció hogyan veszi figyelembe az ellenzéki javaslatokat, akkor már akkor lehetett tudni, hogy ebből túl sok babér nem fog teremni. Megtettük a módosító javaslatainkat, ezeket rendre utasították, és megtörtént ennek a programnak az elfogadása. Megismételjük, hogy minden fejlesztésnek örülünk, ami a városban van, de ez a típusú protekcionista kiosztása az utcáknak, ez számunkra felháborító és elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Balassa Péter. Ez egy nagyon nehéz kérdés, de egyben mégis nagyon könnyű. Én nem a múlt felhánytorgatásával kezdeném, mert ha megvizsgálnánk azt, hogy az elmúlt években, évtizedekben kinek a hibája, hogy mondjuk Szombathely útjai milyen állapotban vannak, akkor lehet, hogy órákig itt ülnénk. Szerintem nem ezt kell vizsgálni, és nem ezt kell keresni. A fejlesztéseket mi is támogatjuk, én a múltkori közgyűlésen is, és most is.
zöldet nyomtam, és igen, nyomtam. Egy biztos, azt látni kell. Azt nem mondom, hogy a 24. órában vagyunk, de körülbelül a 23. órában vagyunk Szombathely közigazgatási területén lévő utak felújításával kapcsolatosan. Támogattuk, és örülünk, hogy van egy ilyen koncepció, de nagyon örülnénk, hogyha a koncepció mellé elkészülne egy olyan program, ami a közlekedés szervezését is tartalmazná, javasoltam módosító javaslatként, mert az teljesen jó és támogatható, hogy van egy ilyen útfelújítási program, de mellette meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak a városon belül, hogyan tudjuk mondjuk Szombathely közlekedését könnyíteni vagy enyhíteni, mert nem elég az, hogy felújítjuk az útjainkat, meg kell nézni, hogy reggel délben és este a csúcsforgalom idején járhatatlan Szombathely közigazgatási területe szó szerint autóval. Azt is meg kell nézni, hogy milyen parkolás és milyen parkolóház lehetőségek vannak mondjuk még ebben a projektben. Azt látjuk, hogy a kormányon vagy az EU-n keresztül érkeznek pénzek, elég komoly pénzek érkeznek, és mi annak örülnénk, hogyha a prioritás élvezni azt esetlegesen, hogy parkolóházat vagy parkoló bővítéseket tudunk emelni az útfelújítási program mellé megtenni. Nagyon örülünk neki, ettől függetlenül ez a program ez jó, de a városvezetésnek is rá kellett jönni és rá kellett ébrednie arra, hogy Szombathelyen, ami a lakossági visszajelzés, de ezt érzékelt a városvezetés is, elég komoly problémák és aggodalmak vannak az út minőségével kapcsolatosan. Egy jó folyamat, várjuk ki a végét, mert azért még nem kezdődött el ez a projekt. Reméljük, hogy ez mi hamarabb elindul a tavasz folyamán, reméljük, hogy lesz rá kapacitás, lesz rá szakember, és meg lesz szervezve az is, hogy mondjuk Szombathely lakossága tájékoztatva lesz, hogy hol kezdődnek az útfelújítási munkálatok, mert szerintem az egy komoly probléma lesz majd, hogy ezeket a fennakadásokat vagy esetleges közlekedési változásokat azért. Én azt mondom, hogy problémamentesen megoldjuk. A projekt támogatható, de kérdéseink vannak ezzel az egész történettel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Nekem, mint közlekedő, én megmondom őszintén, hogy az Aranypatak hídnál ott nagyon komoly gondok és fennakadások vannak, de ott gyakorlatilag a jobbrahajtással is egy kedves taxissal utaztam a városban, és azt mondta, hogy szerkesztő úr, ha el lehet kezdeni, akkor próbáljuk meg elkezdeni az ellen, hogy ne legyen kötelező jobbrahajtás, mert semmi nem indokolja azt, hogy taxis elmegy jobbra, majd pár méter után abban a nagy busz parkolóban megfordul, de most ha arrébb kerül a híd, akkor gyakorlatilag valószínű, hogy ez is megoldódik. Viszont az egy, bocsánat, az egy arany... De csak erre, tehát hogy a logikát lássuk a dologból, hogy miért került oda a jobbrahajtás. Pont azért került a jobbrahajtás oda, hogy minél kevesebben használják. Az, hogy a taxisok megpördülnek a felező vonalon, tehát próbáltuk tehermentesíteni a csónakázótó környékét, hát ez egy sétáló pihenő övezet, tehát nem kell megérőtet keresni. Amit Tóth Kálmán képviselő mondott, hogy a peremkerületek, ez lehet, hogy a későbbi programokba esetlegesen berekerül, az viszont örömmel hallja az ember, hogy a főbb útvonalak, tehát ahol nagyobb csomópontok vannak, ezek először készüljenek azért el, mert azt gondolom, hogy ott nagyobb a forgalom, ahogy Balassa képviselő mondta, hogy járhatatlanok néha tényleg a belvárosi az utak. Az a baj, szerkesztő, hogyha ezt az elvet vesszük előre, akkor sem nevezhető szakmainak a javaslat. Mondok egy egészen konkrét példát. A déli városrészt egyetlen egy út köti jelenleg össze a várossal, ez pedig a külső Dumi út, Szöllős utca. Igen, nem szigorú. Itt elhatároztunk egy csapadékvíz elvezetési projektet, jövőre 200 millió forint értékben megvalósul csapadékvíz elvezetése a Szöllősi vasútállomás a Csitító között. Nincs mellérendelve a járda, kerékpárút meg az úttest felújítás. Nem lesz meg az a rézsű, ami oda viszi a vizet, ahova annak egyéb menni kéne. És ebben a fejlesztési programban két év alatt nincs bent. Tervezőegyeztetés szerintem hiányzott ebben a sztoriban. Én attól tartok, hogy így egy torzó maradott például, és ez most nem egy választókerületi kérdés. Több kérdés. Mert Táplán-Szentkereszt, Vasszécseny, Tanakhajt felől, akik bejárnak, ingázók a városba, azok mind ezt utat használják. Nekem vannak önismerőseim, barátaim, jobboldali barátaim, akik jelezték nekem különböző csatornákon, hogy ők rengeteget járnak ott, Oladról mondjuk. És hogy elképesztő, hogy milyen viszonyok vannak. És nem tehát, hogy azt az egy utat legalább rendbe kéne tenni. Mert amikor javasoltuk azt, hogy legyen egy kikötés a Vadász utcán keresztül az elkerülő, hogy legyen egy tehermentesítő útvonal, az nem került megvalósításra, hogy drága. De ez nem lenne annyira drága. Ez egy fontos stratégiai útvonal a városnak, még sincs benne. Legalábbis egyelőre, gondolom, vagy? Tehát én azért azt szeretném leszögezni, hogy sajnos, tehát ez is egy komoly probléma, de sajnos ezen kívül nagyon sok olyan komoly probléma van a városban, amit meg kell oldanunk. Tehát
most akkor mondhatnék egy olyant, ami meg is valósul, az nem költségvetési forrásból, hanem topos forrásból is rengeteg minden megvalósul. Tehát teszem azt, mondjuk két új körforgalom létesül a városban. Az egyik a talán a legbalesetveszélyesebb kereszteződésben, a Bagolyvárnál, a Brenner-Nárai kereszteződésben, külső Nárai utca kereszteződésben, körforgalom létesül topos forrásból jövő évben, ami az arra közlekedőknek tisztán fontosabb, mint mondjuk az Aranypatak-híd. Tehát ugye az a nehéz, olyan problémákat rakjunk egymás mellé, amelyik mindegyik fontos, hát valamelyik újamat meg kell harapni. Javításokat fel kell. Tehát most mondom én azt, egy 20 éves probléma oldódik meg azzal, hogy a külső Nárai úton a Király Sportcentrumig járda és kerékpárút fog épülni. Ez egy 20 éves probléma. Ott új házak vannak, minden egyes évben jöttek polgármester úr órájára, a képviselő fogadó órájára, nem lehet közlekedni. Az út mellett, az árok és az út között a kavicsos részen lehet közlekedni. Tehát ez is egy olyan probléma, ami 20 éve probléma az embereknek. Ez megoldásra kerül. Én abba bízom, hogy az elkövetkezendő években, és nyilván nem mond az ember olyan határidőt, amit nem tud tartani, de én abba bízom, hogy szépen lassan mindent meg tudunk oldani. Mi a szakmaiság ebben? A szakmaiság, egy idei példát tudnék megemlíteni erre, minden évben hidakat felülvizsgálják, ez kötelező a hidakat felülvizsgálni. Megújul a következő évben, ugye egy közbeszerzés sajnos sikertelen volt, most újra közbeszerzési kiírásra került, a Markuskovszki kórháznál lévő Gyöngyös híd. Statikailag komoly problémák vannak vele, közlekedünk rajta, nem látjuk, nem érezzük, de ezzel a híddal foglalkozni kell. Egy 70 millió forintos költségből ez meg fog újulni jövő évben. Ez a szakmaisága az egésznek, hogy vannak olyan gondok, amit még a képviselők se tudnak, hogy van ilyen probléma, de és nem az a probléma, hogy mondjuk leesik a vakolat, vagy éppen rozsdás a korlátja, hanem olyan statikai problémák vannak, amit meg kell oldani. Lehet, hogy abból a 70 millió forintból sok minden mást is meg lehetett volna csinálni a városban, de abból ezt a hidat meg kell oldanunk a balesetveszély elhárítása miatt. Köszönöm szépen, ez mondjuk új információ, ezt mondjuk én még nem hallottam, Balassa Péter. Egy rövid gondolat még. Ami a legfontosabb, hogy itt a szakmaiságnak kellene, hogy érvényesüljön. Ami számomra egy kicsit furcsa volt a közülésen, és hogy egy útfelújításban ne csináljunk politikát. Nagyon őszintén és nagyon komolyan gondolom. A szombathelyi testületnek kötelező feladat, önkormányzat kötelező feladata, hogy az utakat minden jobb minőségben fenntartsa, üzemeltesse, működtesse. Nekünk ez a feladatunk, hogy képviselőként eldöntsük, hogy ezeket a forrásokat milyen összegben és milyen lebontásban támogatjuk. Ami nekem furcsa, hogy pár héttel ezelőtt polgármester is bejelentette a közmeghallgatás, hogy 5 éven belül minden egyes utat felújítanak, ami lehet kommunikálni, de ilyet kijelenteni merő bátorság. Én azt kérném, és abba az irányba is tereltük mi ezt a napi rendi pontot, hogy kifejezetten a szakmaiság érvényesüljön, és a szakmaiság mellett történjenek ezek az útfelújítási programok, és azért is kértük, hogy kerüljenek bele igenis a parkolóháznak, a közösségi közlekedés, vagy a közlekedés szervezési programpontok, hogy emellett még minél szakmaibb és minél jobb legyen ez az útfelújítási program, és minél minőségű. Köszönöm szépen, Tóth. Ezzel vonal abszolút egyet lehet érteni. Ami nekünk ebben a dologban még egyszer mondom nagyon fájt, az az, hogy még az előkészítésben sem vontak be minket. És frakcióvezető úr, az igaz lehet, hogy bizonyos képviselőnek nincs információ, bizonyos képviselőnek van információja. Tehát például tudunk arról, hogy a Markuskovszki híd után két újabb híd föl van még sorolva, közel azonos, sőt szerintem hasonló, mert ezeknek a felülvizsgálatnak van különböző besorolása. Uh-huh. És a legsúlyosabb, így van, és a legsúlyosabb volt a Markuskovszki híd, a Hunyadi utcai híd, Gyöngyös híd, ami a Lidlinél van, illetve a Szent István Király utcában, a kanyarban, a Sándor László utcai betorkolásnál. Ez a három híd van legeslegrosszabb állapotban a városban. Én azt el tudom fogadni egyébként, hogy évente van 3 éves programunk, egy, tehát ez lehet egy megbeszélés tárgya. Csak frakciótársaim, a megbeszélést hiányolom, vagy hiányoljuk, nem csak én, frakciótársaim is. Lehetséges, hogy akkor nem 17% jutott volna a város felére, mint ahogy jelen esetben egyébként ennyi történt, úgyhogy beszámolunk egyébként olyan nem kifejezetten választókerületi beruházásokat, mint mondjuk a Haladáspár sarkánál a körforgalom. Mert azt lehet mondani, hogy az ellenzéki közelben valósul meg, de azért lássuk be, hogy az összességében Szombathely közlekedését alapjaiban módosítja és változtatja meg.
reagálás? Hát nagyon nagyot reagálnak, mivel én kezdtem, azért soroltam fel a 2017-es évet, mert ugye ezt tételesen azért tudom felsorolni, ami akkor is elmondtam, mindegyik felújítás közügy. Teljesen független attól, hogy ki ott a képviselő. Ott sokan járunk, sokan használjuk azokat az utakat, és meg kell csinálni. Nem azért, mert Kántár Zoltán körzetében van, hanem azért, mert ez a város közügye. Közösen használjuk, és mindenkinek a hasznára fog válni ennek a felújítása. Köszönöm szépen. A másik téma, azt gondolom, hogy nagyon érdekli a kedves nézőket, főleg azokat, akik közösségi közlekedéssel próbálnak meg a városban A pontból B pontba eljutni. Sikerül nyugvó pontra helyeznünk ezt a kérdéskört? Rendben lesz a tömegközlekedés? Ki kezdi? Kezdenem én. Jó. A tömegközlekedésnek volt egy hosszú távú szerződése, ami még Ipkovics György idejében köttetett, ami kifejezetten nem volt előnyös a város részére. Ezt az akkori ellenzék, az akkori Fidesz ellenzék rendesen ütötte, vágta. Most ez már Ipkovics György, illetve a baloldali frakció szemében ez már megszépül. Most már őnekik, nem is tudom miért, de nem volt pozitív az, hogy az ENKK-val tovább, vagy régi vasi volánnal tovább egy 2 éves szerződést megköttetik. Akkor nem volt probléma, amikor ők megkötötték a 8 éves szerződést, a város számára abszolút nem előnyösen. Most ki lett írva egy közbeszerzés, azokkal a különböző bizottságon és több közgyűlésen elhangzott számtalan különböző olyan igénnyel, ami már akkor látszott, hogy nem teljesíthető. De elfogadtuk az ellenzéki igényeket, beraktuk a nem tudom én hány környezetbarát buszt, amit úgy is tudtunk, hogy nincs is olyan a környéken, aki ezt tudná teljesíteni, de beraktuk, mert hát, ha csoda történik, és megjelennek ezek az üzemeltetők. Bár ugye tömegközlekedést üzemeltetni, elég nehéz mondjuk Heves megyéből egy Vas megyei tömegközlekedést üzemeltetni, de azt mondjuk el tudtuk képzelni, hogy mondjuk szomszédos megyében üzemeltető cég mondjuk tudja üzemeltetni a szombathelyi tömegközlekedést. Természetesen, ahogy a törvény előírja és a jog, ebből egy közbeszerzési pályázat lett kiírva, az már rajtunk nem múlott, hogy erre nem érkezett érvényes ajánlat. Milyenkor a városvezetésnek a kötelezettsége, kötelessége és feladata, hogy biztosítsa továbbiakban is a tömegközlekedés Szombathelyen. Erre az a megoldás született, hogy a jelenlegi szolgáltató, a Vasi Volán, akivel annak idején még Ipkovics György szerződést kötött, a jelenleg most ENKK az új neve, mert ugye egy régiós szolgáltató lett, ő csak úgy tudta elvállalni, tehát 1 éves szerződés nem volt hajlandó, 2 éves szerződést volt hajlandó aláírni. Tehát 2 évig biztosítva van a tömegközlekedés Szombathelyen. A pályázat, én úgy gondolom, a következő évben előkészítésre kerül. Azt elfogadta a gazdasági bizottság és a közgyűlés is, hogy legyen egy olyan általános felmérés, ami próbálja optimalizálni a szombathely tömegközlekedését. Bár ugye ezt már egyszer tavaly is elfogadtuk, csak ez sajnos nem jutott nyugvó pontra. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő 2 évben megoldás került a tömegközlekedésre, és nem maradnak a szombathelyiek helyi buszjáratok nélkül. Köszönöm szépen. Reagálások, Tóth Kálmán. Az igazság az, hogy bizottságülésen lévén nem vagyok ott, nem vettem részt, nem tudom, milyen javaslatok hangzottak el. Egy biztos, hogy azt a kötelezettséget a város nyilván nem kerülheti meg, hogy tömegközlekedéssel Szombathelynek rendelkeznie kell. Én azt gondolom, és a közülésen szavazatommal is ezt támogattam, hogy ez egyébként rendben van. Én úgy gondolom, hogy a nevezzük közkeltő nevén Volánnak, nézők is itt olyan jobban értek, hogy a Volánnak az a típusú igény, amit a anyagi igény, amit a szerződésben benyújtott, az nem túlzó. Tehát egy jelképes emelés volt, igazándiból ez elfogadható volt. Én a közülésén is amellett érveltem, hogy ez elfogadható. Újra csak a peremkerületeket, nem csak azért, mert ott vagyok képviselő, de az összes többivel is foglalkozni kell. Tehát meg kell érteni, a peremkerületekben rengeteg a nyugdíjas. Rengeteg az olyan ember, akinek nincs autója. Az egyetlen módjuk arra, hogy bevásároljanak, hogy elmenjenek az orvoshoz, hogy gyógyszertárba, hogy az unokát elvigyék az oviba iskolába. Egyetlen módja az, hogy legyen egy épkézlem normális tömegközlekedés. Amikor hosszú-hosszú viták vannak arról, hogy milyen legyen egy menetrend, és akkor ebben végül sikerül megállapodni, még ha 10 hónap után is,
akkor az ember egy kicsit megnyugszik. Tehát, hogyha a szerkesztő úr a nyugvópontot keresi ebben a történetben, akkor én azt hiszem, hogy most egy kicsit talán ott tartunk, igen. Mert ebből például nem csináltunk már politikát senki, se a városvezetés semmi, hanem tényleg azt néztük meg, és a múlt közgyűlésen elfogadott január 1-től érvényes menetrend is ezt próbálja visszatükrözni, hogy mik azok a lakossági igények, amik valójában kielégítésre kell, hogy kerüljenek. És azt gondolom, hogy ebben végre dűlőre jutottunk. Az, hogy ennek a jogi szerződéses háttere ez valóban ennyire szerencsétlen, hát most ha a kezünket a szívünkre tesszük, akkor egyikünk se gondolta azt, hogy ide jön majd a padovai olasz, nem tudom melyik cég, és azt mondja, hogy most idehozza nekünk a elektromos, meg a mindenféle hajtású buszaikat, nincs erre mód lehetőség. Másik része, amit szintén tudomásul kell venni, a tömegközlekedés a világon mindenhol veszteséges. Mindenhol támogatják, vagy az állam, vagy az önkormányzat, vagy mindkettő. Nálunk egyébként jelesül mindkettő. Tehát ezeket a dolgokat nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert lehet nagyon szép dolgokat álmodni, meg lehet norvég példát hozni, hogy ott 25-ben kivonják a dízel üzemi autókat már a forgalomból. Mi ettől még sajnos eléggé messze vagyunk. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a hosszú távú célkitűzésekben, amire frakcióvezető úr is utalt, muszáj ezzel foglalkozni, mert a világ viszont erre halad. És ugye ha a levegő tisztaságát nézzük, akkor valóban ezek a dízelüzemű buszok, hát finoman fogalmazva sem sokat segítenek a Szombathely levegőjének a javításán, de ez, azt gondolom, hogy akkor, amikor egy szolgáltatást minden körülmények között biztosítani kell, vagy ahogy a játékvezetőben is szoktuk mondani, a mérkőzés minden körülmények között le kell vezetni, akkor bizonyos szempontokat sajnos háttérbe kell szorítani, de ebben mi azt hiszem, hogy partnerek voltunk és megértőek voltunk. Köszönöm szépen, Balassa Péter. Érdekes a közösségi közlekedéssel kapcsolatosan a vita. Ugye hasonlóan, mint az útfelújítási program, ez a kötelező önkormányzati feladat, kötelező, biztosítani kell a tömegközlekedés minden feltételét. Véleményem szerint nem vagyunk olyan messze attól, hogy akár elektromos, akár hibrid buszokkal közlekedjünk Szombathely közigazgatási területén. Lásd, Kecskeméten is van erre példa, és a közgyűlésen, sőt a korábbi bizottsági és közgyűlési vitán is elmondtam, hogy a kormánynak a Modern Városok programjában, vagy amikor Orbán Viktor miniszterelnök úrral tárgyalt a városvezetés, akkor lehetett volna a prioritásban, a célban olyan dolgokat megjelölni, hogy esetlegesen a látványberuházás helyett a mi számításaink szerint körülbelül 3,5-4 milliárd forintból Szombathelyen a buszokat le lehetett volna cserélni, és esetlegesen egy modern, hibrid vagy elektromos meghajtású buszokkal lehetne közlekedni. Tudom, hogy valamilyen szinten lehet, hogy egy álom, de ebbe az irányba kell elindulni, és ebbe az irányba kell a folyamatos gondolkodás szerintem egyre inkább a városvezetésnek is elindítani, ugyanis két év múlva lesz egy helyzet. Tehát oké, hogy most két évig elodáztuk ezt a dolgot, és két évig most a közösségi közlekedés megoldott, de ezen az irányvonalon álláspontunk szerint el kell indulni. Ha Magyarországon van olyan megyei jogú város, aki ezt meg tudta lépni, miért ne tehetné meg Szombathely? És nem akarok tényleg politikai vitát afelől, hogy most melyik a fontosabb éppensége felújítani egy épületet, milliárdokat rákölteni, vagy éppenséggel a közösségi közlekedés, ez mindig is a városvezetésnek a felelőssége. Én ezt tiszteletbe tartom. Csak mi azt hiányoljuk, hogy nem láttuk meg azokat a tanulmányokat, nem láttuk annak a lehetőségét, hogy egyáltalán volt-e a kormányzattal egy ilyen egyeztetés, volt olyan egyeztetés, hogy esetlegesen ebbe az irányba induljon Szombathely megyei jogú városa, mert ezt nagyon lehetne támogatni, és szerintem ez a cél. Tehát más nem lehet a cél, csak az, hogy ebbe az irányba induljunk. Köszönöm szépen, ugye olyan furcsa ez a szituáció, hogy egy tömegközlekedést egy városból áthozni, adaptálni egy másik városba. Ugye azért nagyon nehéz, mert nyilván megvannak azok a közlekedési vonalaink, utak, a belváros keskeny szüksége, szűkös útjai, ahol ráadásul ugye parkolnak az autók az utak mellett. Tehát nyilván nehéz Kecskemét, Szeged, Debrecen széles utakkal könnyebben oldja meg ezt a tömegközlekedés, mint mi itt. Úgyhogy ezek nyilván befolyásolják mindazt, hogy egy stratégiát hosszú távon, hogyan lehet majd azt arra tenni, de akkor két évre most úgy tűnik, hogy ez a probléma akkor megoldódott. Nézzük a költségvetés módosítását, ugye itt jó néhány olyan elem került be, amit el kellett fogadni, mert nem volt más megoldás. Kell ehhez valamit hozzáfűznünk, hiszen működtetni azokat a cégeket, azokat az intézményeket kell, amelyek ugyancsak a közt szolgálják, tehát nyilván hozzá kellett nyúlni e tekintetben a költségvetéshez. És maradt még 10-12 percünk. Van-e olyan téma, amit feltétlenül szeretnének képviselő urak megemlíteni?
mert elhangzott jó néhány olyan dolog, nem tudtam, hogy belefér-e a történetbe, parancsoljon. Köszönöm szépen, hát volt egy elég sötét napirendje ennek a közgyűlésnek, még pedig az, hogy a Klik ugye véglegesen átvette a Szombathely Oktatási Intézményeket december 31-jel, 70. január 1-jével. Ugye mi ezt egy nagyon sötét fejezetnek tartjuk Szombathely oktatásában, mert úgy ítéljük meg, hogy az eddigi tapasztalatok a Klikkel kapcsolatban rendkívül negatívok voltak. Tehát amióta a Klik átvette az iskoláknak az üzemeltetését, azóta gyakorlatilag csak az adósságot halmozta, 50 milliárd forintról szólt már az első évben a hír, hogy ennyi adósságot halmozott fel gyakorlatilag, és most teljes egészében ez a rossz emlékű szervezet kapta meg az oktatási intézményeinket is teljes mértékben. Nagyon békonynak éreztük azt az érvelését polgármester úrnak, hogy ugyanazok az épületek ugyanúgy Szombathelyen maradnak, ugyanazok a tanárok fognak szombathelyiként szombathelyi gyerekeket tanítani. Nyilvánvalóan ingatlanokról van szó, nem lehet négy kereket alá tenni egy iskolának, aztán eltolni innen. Nem is erről van szó. A hosszú ideje tartó kiüresítését látjuk az önkormányzatiságnak ebben is. Ez egy nagyon komoly fejezete ennek. Én a közgyűlésen az Oktatási és Szociális Bizottság elnökét fel is szólítottam, hogy a következő közgyűlésen SMS-módosítási javaslatként maga tegyen arra a javaslatot, hogy az oktatási szót töröljék a bizottság nevéből, hiszen nem maradt egész egyszerűen olyan feladat, olyan funkció, ami az oktatással kapcsolatos, és az önkormányzatnak döntési jogosítványa maradt. Tehát ez a történet most lezárult. Ami egyetlen pozitívum, vagy egy halvány reménysugár az az, hogy ennek az összfér megoldásnak, ami eddig volt, hogy részben az önkormányzatok, részben pedig a Klik üzemeltette az iskolákat, és tényleg az igazgatók nem tudták, hogy melyik úrnak hajtsanak éppen fejet, ez megszűnik, most legalább csak egyfelé kell úgymond hajbókolni, vagy megfelelni. Ezért azt a hasonlatot használtam, hogy a tök sötét helyett most nagyon sötét szürke lett a helyzet. Köszönöm szépen, van ehhez a témához? Természetesen van. Hogy ne lenne? Egy alapvégzettségem nekem is tanár, 8 évig tanítottam, úgyhogy nekem is megvannak a saját magam koncepciói ezzel kapcsolatosan, de hát van nekünk egy oktatási szakpolitikusunk, Rettegi Attila, aki már 5. ciklusában ül a közgyűlésben, és hosszú-hosszú időn keresztül iskolaigazgatóként, most pedig szakképzési centrumigazgatóként regnál. Ő kifejtette a véleményünket, és ő elmondta. Tehát elmondta a pro-kontra az érveket, elmondta azokat az országokat Európában, ahol állami felügyelet alatt van az oktatás. Nyilván megvannak az egyházi szegmensek is, ahogy Magyarországon is újra a rendszerváltás után. Nyilván lehet ezt jól csinálni, és lehet rosszul csinálni. Rettegi Attila azt is elmondta, hogy a váltások, tehát most ugye most jelen pillanatban a mostani döntés az épületekről szólt. Tehát az épületek fenntartója ezek után a Klik, illetve az állam lesz, nem az önkormányzat. Tehát most amit az előbb hallottunk, hogy most nem tudták hova hajbókoljanak, tehát most az épület fenntartója az egy dolog. Rettegi Attila azt is elmondta, hogy ezen döntés megszületése után már milyen fejlesztések érkeztek Szombathelyre, amit az önkormányzat nem tudott volna. Tehát elmondta, hogy a Műszaki Szakképző Centrumban, jól emlékszem, 200 darab számítógép érkezik az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Egy ilyent az önkormányzat nem tudott volna felvállalni. De sorolhatnám, hogy teljesen meg fog újulni a Szamária Szakközépiskola, régi nevén Szamária Szakközépiskola, de hát így mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Ez is kormányzati pénzből. Én nekem ugye sajátságos elképzelésem van erről, mivel én úgy érzem, hogy az oktatásban a tanárnak mindig megvan a maga szabadsága. Tehát nagyon sok minden múlik a tanáron. Nem azért, mert hogy becsukulik az ajtó és azt csinál a tanár a tanteremben, amit akar, hanem épp azért, mivel a tanár a saját egyéniségét beleviszi az oktatásba. Nyilván ezért vannak jó tanárok is, rossz tanárok is. És én úgy gondolom, hogy a tanárok szabadsága továbbra is megmarad, és tudnak meghatározott kereteken belül oktatni. Egy kis visszatérő a közgyűlésre, azért az nekem furcsállott, amikor politikai döntésekről beszélnek az ellenzék, és a Ivkovics képviselő úr, illetve Ceglédi Csaba volt polgármester, volt oktatásért felelő alpolgármester, vagy 5 felszólalásban
azon nosztalgiáztak, hogy milyen szép volt az az időszak, amikor ők, mint a városvezetői, két hetente berendelték az iskola igazgatókat, és ott fejtágítót tartottak, meg tájékozottak az iskolákról. Hát én nem tudom, hogy ez egy megfelelő megoldás-e, hogy mondjuk egy alpolgármester avval foglalkozzon, hogy két hetente berendelgeti az iskola igazgatókat. Nem vagyok benne biztos, hogy ez volt a jó irány. Úgyhogy én bízom a pedagógusokban továbbra is, és mivel két gyerekem is tanul, egyik a felsőoktatásban, másik most fog érettségizni, látom, hogy milyen munkát végeznek a pedagógusok, és én is büszke vagyok arra, hogy pedagógus a végzettségem. Köszönöm szépen. Egy nagyon rövid reakció, csak tényleg. Nem a tanárokról van szó, és nem az ő bennük való bizalomnak a hiányáról van szó, messze nem erről van szó. És nem gondolom azt, hogy raportról van szó akkor, amikor egy élő kapcsolat van egy városvezetés és az által irányított iskolák vezetői között. Azt gondolom, hogy az a példa, ami egyébként közülésen is elhangzott, hogy minisztériumban döntenek egy bizonyos iskola igazgatójáról, úgyhogy egyébként se a tantestület, se a tanári közösség, vagy a szülői közösség, se pedig egyébként az említett oktatási szakember által támogatott bizottság nem azt a jelöltet támogatta, amit végül a minisztérium, vagy akit a minisztérium végül megnevezett, Gotthard iskoláról van szó, hát nevezzük a nevén akkor, az biztos, hogy nem jó irány. Tehát az biztos, hogy nem jó irány. Személytelen döntések születnek, fogalmuk sincs Pesten arról, hogy egy iskolában milyen a szakmai koncepciója, vagy egy milyen munka zajlik ott. Uh-huh. Ők eldöntik valami, nem tudom milyen szempontok alapján, és mint az említett példa mutatja, nem biztos, hogy jól. Ami pedig a tanári szabadságot illeti, hát lássuk be, hogy azért a pöcsöknek a megalakítása annak idején, meg az összes ilyen ellenőrzés, a központi kerettanterv, a központi, hogy egy tankönyvből lehet tanítani, azért ez nem biztos, hogy azt a történetet mutatja, amiről egyébként a rettegi képviselő úr beszélt a közgyűlésen, mert azokban az országokban, ahol állami irányítás alatt van, és a PISA teszten például sokkal-sokkal jobban szerepeltek, mint mondjuk az nem volt nehéz nálunk, mert nálunk mindenki jobban szerepelt, de hogy gyakorlatilag ott olyan típusú szabadságot adnak a pedagógusoknak, és egyéni tanrendek kidolgozására a lehetőség, amire a mai magyar oktatási rendszerben jelenleg mód esély sem nyílik. Köszönöm szépen, Balassa Péter. Véleményünk szerint a napirenden azért túlmutat, amiről beszélnünk kellene, az pedig az, hogy a magyar oktatásiban dolgozók megbecsülése álláspontunk szerint a legfontosabb. És ha megnézzük az elmúlt hetek nyilatkozatait, akkor a kormány nem ezt bizonyítja és nem ezt mutatja. Elég csak Lázár János vagy Palkovics államtitkár úrnak a nyilatkozatára gondolni, aki azt mondta, hogy a tanárok túl sokat keresnek, vagy éppenséggel a PISA teszt eredményére Lázár János azt mondta, hogy a tanárok a hibások és a tanárok a felelősek. Ami a legfontosabb és ami tény, hogy meg kell nézni, hogy az OECD országok közül Magyarország mennyit költ az oktatásra. A Jobbik Magyarországért mozgalom a tavasz folyamán, a nyár folyamán kiküldött nemzeti konzultációt három témakörben, az egészségügy, a korrupció és az oktatás területén. Az oktatás területéről beszélünk és az oktatást tárgyaljuk, ami a legfontosabb, hogy soha nem azt kell nézni, hogy az államháztartás, az állami költségvetésben mennyit költünk az oktatásra, hanem a GDP-hez viszonyítva mennyit költünk. És ez a baloldali kormányoknak és a mindenkori kormánynak a felelőssége, ha az elmúlt évtizedeket megnézzük, akkor folyamatosan csökkentették a GDP-hez viszonyítva a magyar oktatás támogatását, és nem azt a GDP által megállapított költséget fordítják rá, ha megnézik a környékbeli országokat, hogy ott körülbelül az oktatásra mennyit költenek, Magyarország ettől nagyon elmarad. Bele lehet menni helyi ügyekbe, bele lehet menni a magyar oktatásba bármilyen területen, legyen az tényleg bármelyik oktatási intézmény, de a legfontosabb az, hogy az alapfeltételeket biztosítani kell, és a tanári pályát meg kell becsülni, a magyar oktatásban dolgozókat pedig meg kell védeni. A jelenlegi kormány kommunikáció sajnos nem ez. Köszönöm szépen, én mint pedagógus, ha megengedik az első diplomám, nekem is pedagógus diploma is. Azt gondolom, hogy az jó pedagógus, aki példaképe tud lenni a gyerekeknek, és számomra mindig az volt a cél, hogy nem feltétlenül erőszakosan megtanítani a gyereket valamire, hanem megihletni. Tehát, hogyha a gyereknek van valamihez fantáziája, lám matekból nem állunk rosszul a PISA felmérésen, tehát matekból továbbra is jók vagyunk. Nem tudom, hogy a matek tanárok mit csinálnak, vagy hogy kedveltetik meg a gyerekkel a matematikát, de abban egészen jók vagyunk. Egyéb más területeken pedig azt gondolom, hogy a szülőnek is el kéne fogadnia azt, amit a pedagógus javasol. Tehát nagyon sok esetben én azt látom, és bocsánatot kérek, mert most már csak az egyetemen oktatok, az egyetemi hallgatók teljesen másak,
van, akinek van cél, van, akinek nincs, ott is vannak gondok, de ott már a szülő nem tud beleszólni a tanár és a gyerek közötti kapcsolatba, és ez is egy rettenetesen fontos dolog. Valóban meg kell becsülni a pedagógusokat, de azt gondolom, hogy valamennyiünknek oda kell figyelni arra, hogy az a gyerek úgy teljesítsen otthon, hogy mondjuk egy nyelvet, azt nem tud helyette a pedagógus megtanulni, mert le kell ülni, és hát bizony azt szoktuk mondani, hogy popsi kell hozzá, meg kell tanulni a szavakat, ugyanígy a matematikában, vagy például a fizikában mindennek a fizika az alapja. Nagyon fontos az, hogy a pedagógus a maga személyiségét, és hogyha van tankönyv, akkor azért ő hozzon módszerben valami mást is abban, ne csak biztos a tankönyvet adja le, és azt gondolom, hogy akkor megint vissza tudunk keveredni az élvonalba, egy rövid reagálás akkor még ha. Igazából én nem erre reagálnék, tehát már látom, hogy a vége fele járunk a műsorban. Még egy percünk van. Nekem van két jó, meg egy rossz, röviden. Igen. Jó? Jó. Ha lehetséges, akkor kezdem a rosszal. Hogy jóval fejezzük be. Ez egy aggódás. A Jóskorról a lakótelepért, alapítványért aggódunk, nem tudjuk, hogy mi lesz vele, komoly problémákat hallunk, konkrét választ nem kaptam a közgyűlésen erről, nagy adósságokról van hír, ezt már az előző frakcióvitán is elmondtam. Nem szeretnénk, hogyha ez egy álmofutásnak a vége lenne, ami ott történik. Túlfizetésekről van szó, vagy hír a Jóskarola napokkal kapcsolatosan. 4 évig én is csináltam, hol nagyon kevés pénzből, hol közepes átlagú pénzből. Aggódunk, szeretnénk, hogyha megoldás kerülne rá. Még mindig tartozásokkal rendelkezik a Jóskarola napok, tehát még a doktor Albán sincs teljesen kifizetve. Hulladék elszállítás nincs kifizetve, áramdíj nincs kifizetve, úgyhogy komoly problémák vannak. Ezt le is zárnám. Karácsony van, két jó hírt szeretnék mondani. Szépen. Az egyik jó hír, amit bőven nem szeretnék kifejteni, de a mai nap híre és szóbeli egyesség született, új név szponzora lesz a Falkó KC Kosárlabda csapatának. És erről hadd ne mondjak többet, nyilván lesz egy ünnepélyes szerződés aláírás, úgyhogy innen is szeretném megköszönni a támogatónak, hogy támogatja. Ez tényleg teljesen új, tehát eddig még nem szerepelt a szponzorok között. Egy kicsit nagyobb biztonsággal tudnak a fiúk készülni a következő meccsekre. A másik jó hír, ami meg már ugye holnap után lesz, hogy szeretnék mindenkit sok szeretettel várni és hívni szerdán délelőtt 10 órára a Szalézi templom elé, ahol felavatjuk a Szent II. János Pál szobrot. Én láttam már a szobrot, csodálatos, gyönyörű, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek tetszeni fog, és itt szeretném megköszönni azon képviselőtársaimnak a segítségét, akik a saját képviselőkeretükből támogatták ezt, természetesen a városvezetés segítségét is, amely külön tételsoron szerepeltette a költségvetésben a szobor elkészültét. A park is megújult egy kicsit, de még fog majd tavasszal, úgyhogy én sok szeretettel várok mindenkit délelőtt 10 órakor az ünnepélyes felavatására a szobornak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen képviselőuraknak, hogy ma este itt voltak, hogy velünk voltak ebben az évben, így utoljára találkoztunk együtt. A jövő évben is felelősségteljes döntéseket kívánok Önöknek, és várjuk ide a frakciók képviselőit a televízió csatorna nyilvánosság elé. Kedves nézők, köszönjük Önöknek egész éves kitartó figyelmüket a frakcióvitákon, hogy itt voltak velünk. Azt gondolom, ma is nagyon sok fontos információt hallhattak. Hát gondolkodjanak el odahaza, de ne felejtjék el, hogy karácsony is jön a szeretet ünnepe. Úgyhogy figyeljenek oda egymásra, bánjanak jól az idővel és a szeretettel. További szép estét, viszontlátásra! Műsorvezetőnket öltöztette a Still Fashion Kft.